Igen, sajnos elég hamar igen nagy ponthátrányba kerültünk, de ahogy mondtad, ahogy említetted az előbb, nagyon-nagyon sokszor fel tudtunk állni 10 pont körül, de sajnos nem sikerült megfordítanunk a mérkőzést. Gratulálok a Kaposvárnak, jobbak voltak, nem egy, egyértelmű, szóval nem, az nem, nem kérdés. Nekünk már a harmadik meccs zsinórban ugyanaz a dolog történik, hogy nagy hátrányba esünk az első fél időbe, és akkor a másik fél idővel jobban játszunk, az is igaz, de, de ilyen 20 pontból visszajönni az egy nagyon nehéz dolog, szóval egyszerűen nem tudunk egy stabil játékot, mondjam, 40 perc keresztül csinálni, az a legnagyobb problémánk, és avval kell foglalkozni ebben a körülbelül egy hónapban, mert most már ugye készül arra a párharcra, ami vár ránk május közepén, vagy május végén, nem tudom mikor. Tehát voltak itt sok-sok milyen érdekes dolgok is, de arról most nem akarok beszélni. Még egyszer gratulok a Kaposvárnak. Azt hiszem, hogy jól sikerült kezdenünk a mérkőzést, ahogy elterveztük, agresszíven jöttünk ki. Igazából minél különbség is lehetett volna talán az első negyedben, hogyha megfelelően koncentráltunk volna végig, ott már talán el lehetett volna dönteni a mérkőzést. Egyik csapat sem tudott ugye teljes kerettel kiállni, mindkét csapat ezersebből vérzik. Ilyen olyan okok miatt igazából az volt a célunk, hogy győzzünk. Ezt ha nem is olyan nagyon szép játékkal, nem is olyan nagyon szép mérkőzésen, de sikerült elérnünk, és azt hiszem, hogy a még megmaradt szurkolóink, akik a helyezés meg az utóbbi idők tapasztalat ellenére még mindig mellettünk vannak és kilátogattak a csarnokba, azt hiszem, hogy elégedettek lehetnek a mérkőzésre, úgyhogy jövő szerdán a TFL-en próbáljuk ugyanígy megnyomni és azt a mérkőzést is megnyerni. Hát én is elsősorban szeretném köszönni a szurkolóknak, attól függetlenül, hogy szombaton nem sikerült feljutnunk a középházba. Így is azt gondolom, hogy nagyon sokan voltak, nagyon jó hangulat volt, de ez mellett azt gondolom, hogy amit január óta csinál a csapat, már sokszor elmondtam, de most ez a csapat ezt meg is érdemli, azt gondolom, és rászolgált arra, hogy szeressék őket, mert ez a legfontosabb, hogyha sajnos nem is a szezon elejétől, de január óta egy szerethető csapatunk van újra, és nagyon-nagyon komoly jó mérkőzéseket játszottunk. Azért egy ilyen kecskeméti csalódás után azért nagy lelki erő kellett ahhoz, hogy a csapat tényleg így kezdi ezt a mérkőzést, és abszolút profin álltunk hozzá. És hogyha nem is szép játékot, de végkézbe tartottuk a meccset, és azt hiszem, hogy maga biztos győzelmet arattunk. Szükségünk van még egy, vagy matematikai esély is meglegyen arra, hogy elkerüljük a veszélyzónát, még egy mérkőzés. Biztos vagyok benne, hogy ezt jövő szerdán megint koncentráltan azt meg tudjuk nyerni. Úgyhogy igazából nagyjából ennyi, köszönjük szépen!